A mai videóban jöjjön az utóbbi idők egyik legellentmondásosabb rollere. A neten lehet olvasni róla jót is, rosszat is, de nézzük, hogy mi az igazság. Valóban ennyire rossz lenne ez a roller, vagy csak a híre az? A videó főszereplője a Kukirin G3. Vegyük gorcsó alá kicsikét, ugye tényleg tele van a YouTube és a TikTok ezzel a rollerrel, de egyet fontos róla tudni, a textek többsége a G3-asról az előző széria volt. Azóta kijött egy frissítés, egy ráncfelvarrás, és az idei szérián nagyon-nagyon-nagyon sok mindent javítottak, ami az előzőben például nem volt jó. Ilyen volt a kormány, nem állt egyenesen, a vezérlő, nagyon sok hiba volt vele, a kijelző teljes egészében megkapta a Pro-nak a kijelzőjét, és a fékek, amik nem teljesítettek sokszor jó szolgálatot, hajlamos volt például a tárcsa elgörbülni benne. Nézzük, hogy az idei modellben ezeket ténylegesen hogyan javították, és milyen lett. De ahhoz, hogy ezt igazából ki tudjuk deríteni, menjünk és csapassunk fel egy picikét, és ne csak nézegessük kívülről, hanem teszteljük! A Xiaomi Pro 2-vel nem sok gondom volt egyébként, csörgött, zörgött, de nyár után az ősz jött. Egy picit elegem lett ebből, kellett most már egy masszív, stabil roller a háztartásban. Spoiler, nem minden igaz, amit látok. A Kukirin márkanév választásánál nem feltétlenül a magyar piacot vették elsődleges szempontnak, amikor kitalálták, elég furcsa hangzik magyarul. Én általában Kukurint mondok a Kukirin helyett, és mindig valahogy a Kukuriku jut eszembe, úgyhogy el is neveztem őt Kiskakasnak. A Kiskakas. Ő a kis kakas, a kis narancssárga kakaskánk. Szóval ez a cég pár éve lépett be a piacra, és viszonylag elég sok modelle van már. Van, aki esküszik rá, van, aki meg ki nem állhatja, hogy ennél problémásabb rollermárka nincs is nagyon a piacon. És való igaz, az első szériákkal voltak gondok a Kukirinnél is, és az idei modellben azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem mindent már javítottak is. Teljesen jók az illesztések, masszív, egybe van, minden meg volt rajta húzva, nem úgy érkezett a roller, amikor kicsomagolod, hogy az összes csavart utána kell húzni. Nálam már minden patent volt. Könnyű volt egyébként összerakni, az új kijelző is rendben van. Ár-érték arányban egyébként nagyon rendben van ez a roller. Lengéscsillapítós kivitelbe, olyan roller, ami 50 km/h sebességet is tud elméletileg, és a hatótávja is teljesen rendben van, majdnem 1 kW-os aksival rendelkezik. Ebbe a kategóriába inkább ilyen 500 000 forint körül vannak már rollerek. Ehhez képest szerintem ez remek árba van. Na nézzük a saját tapasztalataimat. Először is kezdjük a dizájnnal. Szerintem marha jól néz ki ez a roller. Tényleg nagyon jó ez a fekete-narancssárga kombináció. Divatos, a terepgumik kifejezetten jól mutatnak rajta. Az egy más kérdés, hogy mennyire kényelmes velük menni, akár aszfalton, vagy akár városi körülmények között. A lábtér az nem túl hosszú, egymás mögött már nem nagyon fér el a lábad, mindenképpen erre a hátsó kis támasztóra kell felrakni az egyik lábadat, de én nem is így szoktam rollerezni, én mindig párhuzamosan rakom egymás mellé a két lábamat, és arra meg már tök elég ez a lábtér. Egyenletes tartással mész, nem fárad be az egyik oldal sem, szerintem ideális pozíció, ha lehet így mondani. Szóval ez rendben van, külalakra teljesen rendben van, a kijelző nekem tetszik. Napszövegben már kicsit necces, hogyha rásüt a nap, látni az információkat, de egyébként lehet, de napszöveg nélkül teljesen jó és korrekt. Érintő kijelzője van, nem nagyon fogod használni érintő kijelzőnek, mert egyébként mindent a gombokkal is meg tudsz oldani. Három fokozata van, az Eco, a Sport és a Race. Ugye van az Eco fokozat, most éppen abban megyek, abban körülbelül úgy viselkedik, mint egy hagyományos alsó kategóriás roller, 25 km/h a végsebességünk, és a gyorsulás és a dinamika is nagyjából ugyanaz. A középső sport fokozatban már 35 km/h megyünk, és dinamikusabban gyorsulunk, és a legerősebb race fokozatban már közel 50 km/h tudunk menni, és egészen harapós lesz a kis kicsike. Nekem 47 km/h sikerült maximum menni vele, már ez is életveszély. Nem is akarok egy rollerrel ilyen gyorsan menni. A lengés csillapítás kicsit keményre van érzésem szerint hagyva. Mindenképpen jobb, mint egy nem lengés csillapítós roller, ez nem kérdés. Torziós megoldással rendelkezik, ez nem a legkorszerűbb, ennél azért vannak jobbak, de az nem a 300 000-es kategória.
amit láttok itt körülöttem, ezt a fajta köves utat teljesen jól sikerül neki egyébként kisimítania. Tök jó a menetérzete egyébként magának a rollernek. A macska kövön is úgy, ahogy el lehet vele menni, mindenképpen jobb érzés lesz, mint egy hagyományos lengéscsillapítás nélküli rollerrel, de van ennél jobb is a piacon. A motor hátsó kerék meghajtású, 1200 wattos, az akkumulátor 52 voltos, 18 amperórás, 936 wattórás, és 10 órán át kell tölteni, hogyha 100%-ig szeretnénk feltölteni. A fék az tárcsafék, ezeket sűrűn kell egyébként ellenőrizni, nem kell hackkelni. Igazából alapból benne van minden, ami a maximumhoz kell. Ezt vegyétek úgy, hogy ez egy gyárilag hackkelt roller. Nézzünk egy féktávot! Szerintem ez is rendben van, harapnak a fékek, ez egyébként a megállás szempontjából tök jó, de várjuk meg, amíg bekopnak, és utána fogok még erről egy videót csinálni, és nyilatkozok róla, hogy igazából mennyire fog egyenletesen majd egy lejtőn fogni a fék. És akkor jöjjenek azok a dolgok, amik nekem nagyon tetszettek rajta. Először is, hogy borzasztóan szeretem, hogy álló helyzetből is el lehet vele indulni, nem kell belökni, van rajta tempomat is, tetszik, hogy biztonságosan állok rajta, nem szitál a kormány, stabil, jó a dinamikája, nekem bevallom nektek, ennél erősebb motor és ennél erősebb gyorsulásra nincs is szükségem egy ilyen kétkerekű járgánynál. Olyannyira, hogy amikor a fokozatokat választom, általában a középsőt szoktam választani, aminek 35 a vége, és egy ilyen közepes erősségű gyorsulása van. Ha nagyon sík terep van és nagyon sietek, akkor igen, átváltok részfokozatra, de inkább a középső fokozatot használom, és így a hatótávom sincs veszélyben. A 70 km, amit ígér a gyár, az eco fokozatban talán megvan szélcsendben és vízszintes úton, és egy 50 kilós hölgy alatt, de igazából az 50 km-es hatótáv bőven megvan. Nem hiszem, hogy egyedül lennék azzal a kijelentéssel, hogy ezen a rolleren szeretnék többet tölteni, mint 50 km. Pont elég a hatótáv, amit tud, ebbe sem lehet belekötni. Miért ilyen népszerű? Mert teljesítményben és árban szerintem elég jó pozíciót foglal ez a piacon. Reméljük, hogy megbízhatóság terén is ezt a pozíciót csak erősíteni fogja, amit az elmúlt években elveszített a Kukirin márka. És akkor nézzük meg a másik oldalt is, ugye a jó dolgok után jöjjenek a kevésbé jó dolgok, vagy mi az, ami nem tetszett igazából a rolleren. Az első az a fék. Nyilván ennek be kell kopnia, kell egy kis idő, amíg rendesen fog tapadni. Most nagyon harapós a fék, úgy érzem, nem tudok egyenletesen fékezni egy lejtőn, hiába új, azért ezt az ember lehet, hogy elvárná egy új rollernél is, egy új féknél, hogy egyenletesen tudjon fogni. Ilyenkor már csak kekeckedek. Az index szuper, hogy van, próbálom használni, de a tudaton kívül nem sokat ér, mert hogy senki nem nézi és senki nem látja. Aztán a felfüggesztése egy picit kemény, de hát tudjuk, hogy valaki azt szereti. És akkor hibának tudnám még azt is felrólni, hogy nincs applikáció magához a rollerhez, illetve a súlyát, ez a 32 kiló nem igazán alkalmas arra, hogy nagyon hurcolásszuk kézben, arra igen, hogy a kocsi csomagtartójába berakjuk és onnan kibevegyük, de BKV-zásra már szerintem kevésbé alkalmas. És még egy, amiről semmi információt nem találtam, az, hogy van-e benne például rekuperáció, vagyis a fékezés során visszatöltés. Hát nagyon nem is jut eszembe most így hirtelen más, tehát hogy nem rossz a cucc. Hogyha egy másik hasonló tudású rollerről nyergelsz át, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed, mindenképpen írjátok meg kommentbe, tényleg érdekel. Osszuk itt az észre egymást között, mert szerintem nagy segítség lehet a többieknek új roller vásárlásakor. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozz fel és dobj egy lájkot, ezzel nagyban támogatod a csatornát. Igazából ennyi, tarts velem a következő videóban is. Sziasztok! Menjünk még tovább egy picit. Járjunk, rollerezzünk egy jót ebben a gyönyörű időben. És el lehet indulni a legerősebb fokozatba is, csak azért legyünk óvatosak. Hú-hú!